Sziasztok, itt Tudvari, és ez egy ilyen bemutató videó lesz. Talán nagyon jó kis programot, és gondoltam nektek is bemutatom. A címből láthatjátok, ebben a videóban egy Android emulátort fog bemutatni, ami azt jelenti, hogy emulálja az Android környezetet, vagyis a számítógépeden és a PC-den és Windows-on és lehet, hogy Mac-en is, de Windows-on biztos tudod emulálni az Android operációs rendszert. Ergo, ha nincs okos telefonod, akkor is úgy tudsz játszani az okos telefonos dolgokkal, hogy tudod használni az okos telefonos dolgokat a gépeden. Ezt azért csináltam, mert jelenleg nekem egy elavult okos telefonom van, ami sok mindenre nem jó, de akartam játszani a barátaimmal ezzel a Boom Beach nevű játékkal, mert böngészős játék ugye kezdenek elavulni, és meg kevés van már belőlük, mert kezdik átvenni a helyüket az androidos játékok, és így a barátaim is ugye abbahagyták az ilyen böngészős játékokat, és inkább Android No, játszanak. Nekem meg ugye nincs jó telefonom ehhez, meg csak lagolgatna, ezért inkább úgy döntöttem, hogy előadtam ezt a jó kis programot, és így a számítógépen keresztül tudok velük játszani, úgyhogy ők meg telefonon játszanak. Szóval, amit tudni kell erről, hogy a neve Andy's Android, van hasonló, na mindegy, szóval Andy a neve. AndyRoid.net-en, ajaj, elment az internetem. Szóval AndyRoid.net-en lehet letölteni ezt a programot. Láthatjátok az oldalt is, download fül rákattintunk, nem kell, és elkezdte egyből letölteni. Én most ezt törlöm. Hogyha lent van, akkor csak leokézzük, oké. És hogyha le van töltve, akkor most átállítom a másik ablakra. Akkor csak el kell indítani, egy új profilt létrehozni, igazából csak egy három oké nyomásszal értése kell hozzá, és utána szép lassan elindítja az emulátort. Tudni kell róla, hogy azért eléggé megterheli a gépet is, szóval nem egy olyan dolog, hogy így vovozol, lolozol, és közben megy a telefonemulátor is, szóval azért nem tudom, hogyha ez a telefonemulátor megy, akkor ne játsz komolyabb játékokkal, mert durván visszahúz az FPS-t, de tökéletesen lehet rajta mindent csinálni. És a másik az még hátránya, hogy bár ez minden telefonnál hátrány, hogy nagyon lecsökkenti az internet sávszélességet. Szóval vagy nem tudom, nálam én azt tapasztaltam, hogy az okostelefonon, vagy bárki az okostelefonjával csatlakozik az internetemre, akkor alig lesz netem. És ugyanez az emulátor is, amikor csatlakozik az internetemre, mivel ez egy okostelefon, ezért elszívja a legtöbbet. És láthatjátok, is itt van a Boom Beach, bejelentkeztem a Google fiókomba, mint egy normális telefonon. Ennyit van a Boom Beach-et, és már itt is van a Boom Beach, csak el kell indulnia. Csak egy videó felvés közben eléggé nehézkes. Itt vannak ilyen telefonbeállítások, vagy mikrofon, kamera, szóval ezek ugye nem kellnek ilyen mikrofon, kamera, mert ennek nincs mikrofonja, meg kamerája, bár lehet, hogy a számítógép kameráját lehet használni, na mindegy. Itt van a home gomb, hogy is van? Ez a futó alkalmazások gomb, ez a home gomb, ez pedig a visszagomb, ezek meg ilyen kis apróság, de igazából több nem is kell, na igazából most telefonokon is három gombban. És hát bejön ezt, itt van a Boom Beach, rákattintok. Csak egy kicsit lassú, mert most veszem a videót, de egyébként jól szokott menni, max internetet fogja vissza, az én gépemnek még baj sincs vele. Ú, de lassú így. Na mindegy, hát lényeget értitek, szóval tökéletesen lehet rajta mindenféle dolgot játszani. Majd lesz egyszer okostelefon, akkor ugye ezt már nem kell használni, ha lesz egy szuper okostelefon, de jelenleg nem olyan jó az okostelefon, ami így egyszerűbb gépet beállítani okostelefonként úgymond. Szóval, köszönöm, hogy néztetek, további szép napot, remélem segítettem ezzel a programmal, töltsétek le, ha tetszik, sziasztok!